Az előző uniós ciklusban a TOP kereteim belül tolnám egy 40 milliárd forintot tudott felhasználni fejlesztésekre. Sok település élt a lehetőségekkel, amelyek hatása megyeszerte már többfelé látható, mondta Fehérvári Tamás, a Tolna megyei önkormányzat elnöke. A következő 7 éves ciklusban pedig még ennél is több pénz érkezik majd a TOP 2-nek köszönhetően az országnak erre a részére. Bízunk abban, hogy a TOP 2-ben az a megígért 45 milliárd az hasonlóan fog járni, tehát arra is majd lehet menet közben ráépítenünk. Mikes Éva, a Dél-Dunántúli Gazdaságfejlesztési Zóna kormánybiztosa azt emelte ki, a régió koncepciójának összeállításakor 3 térségfejlesztési zónát határoztak meg, Kaposvárt és térségét, Pécs-Mohács térségét és Szekszárd-Paks növekedési centrum térséget. Egy komplex szemléletben óhajtjuk vizsgálni a gazdasági fejlődésnek a lehetőségeit. Erre vonatkozóan tanulmányok készültek, különböző szakmai csapatok dolgoznak ezen, hogy komplexen ezt a feladatot hogyan tudjuk megoldani. Mikulás Brigitta, a Közép-Dunamenti Fejlesztési Tanács elnöke azt mondta, a fejlesztés sorozat 3 megyét, Bács-Kiskunyt, Fehért és Tolnát is érinti majd. Így 11 járásban összesen 99 településen kezdődnek beruházások hamarosan. Azt szeretnénk, hogyha bárki egy nagyobb befektető és egy új befektető területet, iparterületet keres itt a térségben, akkor adatokkal tudjunk szolgálni. Legyen bármilyen igénye, meg tudjuk mondani, hogy egy területnek a közművesítése mennyi időt vesz igénybe, milyen szolgáltatásokat talál a térségben. Erre határozottan szeretnénk rámenni és ezt erősíteni. A célok között szerepel például az ipari és mezőgazdasági termelés ösztönzése, a magasabb szintű életminőség, a biztonságos megélhetés megalapozása, a fenntartható környezetgazdálkodás, a tudás és technológiai innováció, az innovatív agrár és élelmiszer szektor megteremtése, valamint a zöld zóna kialakítása is.